és mondjad. Na jó, mi a helyzet? Azt mondja, bejelentkezés Steam-mel, felhasználó Vésanyi. Kicsit visszahallom magamat tőled. Hát, ja, igen. Igazad van. De most már jó lesz. Ez most nem élőbe adott ki majd. Nem felvétel. Mert így nem bírom, akkor nem fogom látni, hogy mit csinálsz, vagy hol tartasz. Ja, csináljam, akkor streameljem. Nem tudom, amúgy az internet sebességet bírja az élő adást? Szerintem bírja. Mert hogy mennyire akarsz most konkrétan együtt játszani, mert mondom, hogy ez nem annyira együtt megyünk, mint a Seven Days-ben, hogy most kézen fogva egy helyre, hát ott se egy helyre születtünk le, de megkerestük egymást és utána együtt mentünk, hanem itt nem tudom pontosan, hogy mikortól fogva tudunk majd csatlakozni, találkozni. Nálad az elejét? Játszod? Már jön az intro. Ezeket kinyomkodom, majd kérdezek, hogyha nem tudok, jó? Jó, hát a szorít mondja igazándiból. Egy hatalmas zombi apokalipszis volt. Lesz neked, és most be az a speciális, amiben eltér a többi játéktól, hogy ez igazából nem zombi apokalipszis volt, hanem egy nagy szökőár volt. Igen, iszonyat nagy szökőár elpusztította a... Hát persze Amerika, mert a világ az Amerika. Amerikának az egyik partját, csak hogy olyan nagyon mély, vagy olyan magas hullám, vagy nem tudom mélyről jött, valami fertőzést felhozott a mélyből. Az óceán mélyéről, ami ugye eddig nem volt fent, és az miatt kezdtek el átalakulni az emberek. De elvileg, ugye mivel ez az egyik parton volt, ezért egy adott irányból jönnek a másik irányba, ilyen hullámba vagy mibe. A zombik maguk is, a fertőzéssel együtt. Tehát mi most még itt el vagyunk. Na, elindult a játék, itt VASD izék vannak, tutorialok. Egyelőre azt szeretném beállítani, hogy full screenbe tudjak játszani, ezt hol tudom beállítani vajon? Hát szerint... Igen, a menübe, a bal legfelső sarokban van egy kis fogaskerék, a kis karakterikonod fölött, és abba. Igazából nem sok mindent tudsz állítani, tehát ott van. Ja, ott a teljes. Teljes képernyőt, bepipálod és kész. Jó, oké. Meg a minőséget tudod. Kicsit, mivel... Én nem értek a játékfejlesztéshez, de a fórumon azt olvasgattam, hogy ez ugye látod ilyen kétdimenziós cucc, hogy flash alapon van csinálva a játék. Uh-huh. És néha így akadozik amúgy is, tehát nem az, hogy laggol, vagy... Tehát ahhoz képest, hogy kétdimenziós játék, azt hinnéd, hogy ez majd milyen szépen fog futni simán, de néha beakadozik, és ezért... Van ilyen minőségbeállítás a menübe. Azt én már levettem közepesre, hiába raktam meg közepesre, meg magasra, meg bármi. Maga a technikája miatt. Figyelj, olyan, hogy... arra a pontra, hogy csapatkezelés, hív meg más játékosokat, hogy csapatot alkossatok. Most be kell írnom a nevedet, gondolom. Mi a neved a játékban? Gyuszko. Ugye ékezet nélkül, csak most én közben kiléptem. Jövök vissza, várjál meg! Nagy betűvel van. Mert ez nem? Nagy G betű. Nem ilyen egyszerű. Hát nem tudom, hogy megkülönbözteti-e. Amúgy. Ja. Bal alsó sarokba. Csatlakozva. De most már vagyok, de bal alsó sarokba te látod a chatet? Igen, igen. Hát oda én, hogyha írok be... Ez megjelent? Arra a szobára váltsál, lát, hogy DM kötője hú. Az a magyar oké. Okay. Ja, oké. Okay. Arra átváltasz. A másikból is magyarul beszélgettük ott... egyébként. Az nem baj. Az a lokális, ugye azon a területen, aki van. Ez viszont az egész szerveren átível. Ja, értem. Válaszoltam. DM hú. Még nem jött át az üzenet. A tiédet látom, de az enyém még nem. Jó, de az a lényeg, hogyha ebbe a chatbe a nevemre kattintasz,
most én sajátomra nem tudok, úgyhogy vagy bal klik, vagy jobb klik, akkor egy menüt ki fog adni, és onnén tudsz például meghívni csapatba. Abból a menüből. Azt is tudsz, meg csapatba, meg tudod nézni a profilomat, stb. Igen, el is fogadtam. Nice. Nem jelent meg ott a listába. Lehet, hogy el kell jutnod egy ideig ahhoz. Hallod, a Microsoft, Story. A Minecraft zenéje szól a háttérben. Nem lőttem ki előbb, míg gyerekek játszottak, azt így zenél nekem. Pintek a Minecraftból. Jó. Csodálkoztam, mi ez a zene, mondom. Ugyanazt a zenét használja a két játék, majd csak nem. Csak tudtam, hogy van zenéje a Minecraftnak. Van, van, egész jó kis kellemes. Hú, mennyit tud ez dumálni? Ez végtelen? Végtelen. Ah, most látlak, te egy... izé vagy... csaj. Hát túl sok variáció nincsen, mert egy arcot rajzoltak, fiúnak, meg egyet lánynak, tehát mindenki ebből a kettőből. Hajat lehet váltogatni, ruhából van végtelen mennyiségű. Kb. Ennyi a személyre szabás egyelőre. Most azt kéne tudnom, hogy hol vagyok, te hol vagy, és hogy tudjunk valahogy csatlakozni egymáshoz, nem? Hát neked most azokat a jobb oldalon írja a küldetéseidet, azokat kell csinálgatnod. Ez szerintem a legelső, a kezdő terület, mert vissza se tudok menni. Először szerintem egyedül kell ott haladnod. Kvázi ilyen tutoriál jellegű. Na. Azokat olyan gyorsan csinálom, lecsapatod és mondjad, hogyha elakadsz. Igen, tehát azokra én nem tudok. Lefelé, jobbra, balra. Azokra... Elvileg van körülötted egy kis karika és egy nyíl rajta, ilyen iránytű jelleggel a lábad körül. Az mutatja, hogy merre kéne mennem. Igen, de az nagyon vicces, mert az légvonalba mutatja. És a játéknak meg nem vetlenül az a címe, hogy labirintus. Hát lehet, hogy neked légvonalban azt mutatja, hogy arra kell menni, és pont nem arra kell. De szerintem ott az elején még arra kell. Ja, jó van. És egyébként marha lassan reagál, azt mondtad, csak nem fogtam föl, hogy... Azt mondja, használjam a telefon, 16-szor rákattintottam, nem történt semmi, aztán egy 10 másodperc múlva egyszer csak... Nem, azt olyan van, hogy nyomni kell. Tehát elindul egy bitkolbász, és akkor így a kezével így csinál valamit, mint a csinálna valamit. Abszolút. Így jelképesen. És akkor menni kell a bitkolbásznak, olyanok vannak is. Tehát így időre, egy bizonyos ideig azt csinálni kell. A shiftet nyomom, nem szóval. Lehet, hogy olyan volt. Space megnyomod, akkor egy kis ideig. Ó, látom. Nem sokkal. Nem. Csak. De jó lesz az, jó lesz az. Először még nehéz lehet. Még megszokod, vagy ilyesmi, de... Hidd el, hogy fain. Hát én imádom a Sam & Dave Studio-t, és ez úgy tűnik, hogy ez az, csak éppen ilyen 2D-s változat. Na jó, hát pont ez a lényeg lesz, hogy szereted-e, vagy nem-e. Az, hogy ilyen leegyszerűsített, akár grafikailag, akár a működése szempontjából. Na, hát itt az is sokkal kevesebb motyó van. Kevesebb mindent kell gyártani, nem is nagyon kell gyártani. Az az egyik specialitás ennek a játéknak, hogy szinte bármiből lehet fegyver. Tehát nyilván ilyen közelharci fegyverek lesznek túlnyomó részbe. Nem tudom, nézted a Steam-es oldalát. Ott például azzal demózik, gondolom az egyik készítő, hogy megy az útszélén és stop táblát teker ki, és azzal üti a zombikat utána. De akár egy fábnál, egy hűsmackóval, egy gyümölcs, bármivel tudod csépelni őket. A Walking Dead-szerű, nem tudom, látod azt a sorozatot. Nem ismerem. Én csak egy pár részt, így azért reklám szintjén. Ott is, abba is mindennel harcolnak, amik ez ügyébe akar. A baseball ütő a... Hát a baseball ütő az már kvázi fegyver, tehát... De most olyan is van, de most én olyanokra gondoltam, ami azért kicsit szokatlanabb. Hogy a baseball ütő az azért adja magát.
Lesz itt még katana is. Végére meg kukri. Különböző szúróvágó harci fegyverek, de már egy hegedűvel is tudsz harcolni, vagy bármivel. Na most nézem, hogy amit átállítottam full screenre, kilóg a fölvétel. Az ablak kilógott. Na most már jó. Kilógott az ablak alja. Szerintem addig majd kb. El kell jutnod a sztoriban, amikor beadja neked ezt a tábort, a saját bázisodat. Tábor. Lenne hivatalosan egy ilyen kemping, ahova valahogy nem törtek még be az edek, és akkor itt ide bármikor vissza lehet jönni, ez biztonságos. Itt kapsz egy kis faházat, kis házikót, és azt tudod fejleszgetni. Tehát igazából építeni nem kell úgy, mint a Seven Days-be, vagy az ilyen játékokban, hanem néhány felszerelést, ilyen barkácsasztalt, meg ilyeneket. Víztárolására hordókat, meg néhány salgópolcot, hogy több helyed legyen. Amúgy az egész játék arról szól, hogy soha nincs helyed semmire. Van egy táskád, egy háti táskád, amit látsz a jobb oldalon. Az mellett van egy picike kalapácsikon. Arra rákattintasz, akkor még kijön 6 kis picike hely. Várj, ne szaladj előre, mert nekem még itt a küldetésekkel kell vacakolnom. Most már nem bírtam elszaladni, mert föl kell venni a kerékkulcsot. De hogy veszem föl? Rákattintok, az nem elég? Ja, kétszer kell. Jó. Közel kerülök az ellenséget, automatikusan támad. Igen, nem kell nyomnod még a bal klikket se. De ettől függetlenül lehet nyomni, és ezt nem mondta a játék. Ugyanis ha ráviszed a kurzort a felszerelési tárgyakra, például a fegyverre, akkor látsz olyat, hogy jó. És az a kombó azt jelenti, amikor a bal klikkel nyomsz. Tehát én nálam például egy láncsa van, annál azt írja, hogy szúrósebzés plusz 10. Tehát ha megütöd, akkor még közbe kap plusz 10-et. Baseball ütőnál például ellökés. Tehát azzal, hogyha baseball ütővel csak odaállsz és automatikusan üti, akkor csak sebzed, de hogyha nyomsz egy bal klikket, akkor el is üti onnét. Ezek ilyen kombósebzés, ezeket szerintem nem mondta a játék. Jó, majd visszatérünk rá. Egyelőre még mindig a küldetés van. Most hagytam el a helyszínt kocsival. Bevezetés, az elesés. Az a baj, hogy csúnyán beszélnek benne, és a gyerekeim itt vannak, akkor azt nem lenne jó, hogyha látnák. Tele van csúnya beszéddel. Az, hogy az amik az alap, mert mondjuk azt a Minecraftban is ölik a gyerekek, de... Most kiment a gyerek, most mondhatom, hogy mi a fasz az ott, kibaszott vér, blablabla. Tehát, hogy folyamatosan csúnyán beszélnek. Kik? Hát a játékban. Aki a küldetés. És benne hang. Hát a szövegesen, hát tudnak már olvasni a gyerekeim. Ja, és azt ott nézik és olvassák. A csesszék ki velük, rakd át angol nyelvűre, ha lehet. Még folyamatosan lesz ilyen szövegelés? Nem tudom, én nem emlékeztem rá egyáltalán, hogy volt. Volt egyáltalán ilyen benne. Na akkor most kérdezném meg, hogy egy helyben állok, oda jön a zombi, vagy én megyek oda hozzá. Egyszer üt rá, és aztán utána folyamatosan bal gombot kell nyomni. Nem kell nyomni semmit. Hát van a, nem, van a fegyverednek, mindegyiknek egy olyan tulajdonsága, hogy támadás gyorsasága, és akkor azzal, ami oda van írva, nincs nagyon részletező ilyen százalék, vagy konkrét érték, csak gyors, lassú, nagyon gyors, nagyon lassú, azzal automatikusan ütni fogja a megadott sebességgel. De az a baj, hogyha oda megyek és ütök, akkor én is mindig kapok ütést. De nem baj, mert gyógyulsz. Ez nagyon ilyen alkalmi játék. Nagyon casual.
szintet. Gyógyulsz magadtól is, meg van egy gyógyító képességed is, a kettes gombon van elvileg. Ha azok már megvannak. Ó, is lehet hárítani. De egyébként jobb gombbal meg lehetne hárítani is, de nem szoktuk használni, mert gyógyulsz magadtól. Hát jó, de ma majdnem addig ugye bár... érdemes volt védekezni. Ja, hát lehet, hogy a legelején még esetleg. Amíg ugye beblokkolsz jobb gombbal, addig meg nem támadsz te se. És akkor hát igazából úgy nem fogsz nyerni. Igen. Nagyon sok minden, szinte mindent át lehet kutatni. Hát nem sok minden van benne, de át lehet kutatni. Elvileg ez már nem küldetésmód, tehát elvileg most meg tudnának találni, hogyha elindulnék. Nem tudom, melyik területen vagy. Hát ez egy... Lost Pine Campground, valami... az elveszett fenyő camping tábor előtt. Itt egy csomó autó. Autó? Keresztbe kasul az úton. Nem tudom, haladjál, nincs most sztori küldetésed? Írd ki valamit ott jobb oldalt, hogy feladat. Konkrétan valami feladatod van. Valami szerintem még valami, a nagy... Találj valami innivalót, akkor még mindig tutoriában vagyok. Nem tudom. Nagy táborban nem voltál még. Nem. A nagy túlélő tábor. Úgynevezett Lakeview. Nem tudom, hogy kell angolul kimondani. Aha, és roncsolódik az eszköz, ami a kezemben van. Igen. Találtam már valami kézikönyvet is. Abból tanulni lehet? Nem, az szét lehet bontani papírnak. Amúgy nem jó semmire. Egyelőre csak azért adtak játék, hogy foglalja a helyet. Aha. Itt ilyen komplex dolgok azért nincsenek, hogy tanuljál belőle, meg ilyenek. Na, összetört a közben a gitár, amit találtam az út szélén. De jó lenne látni most, hogy mit csinálsz. Bejöttem egy kis házikóba, itt a kempingnek a épületébe, és szedem össze a kaját, az a küldetésem, meg a piát. Forró csoki, kex, alma, hamburger, van itt minden. Jó, hát akkor az még biztos, hogy az oktató résznek a hoz tartozik. Kaptam 5000 XP-t. Wow. Találj egy tábortüzet a közelben, hogy megpihenhess. Ah, és a zombik nem vesznek észre, hogyha messze vagyok, hogyha hátuk mögött vagyok. Mennyi a férőhelyem? Mennyit tudok lootolni? Végtelen? Dehogy is! Kis táskádat kattints a táskaikonra, és akkor látod. Ja, amennyi belefér, annyi stack van, olyan. És nem stackelődik semmi. Tehát minden egy helyet el fog foglalni. Bármi, amit felveszel, az egy egész helyet. Kruját föl se vegyek, már semmi értelme. 15 a sebzése, támadási gyorsaság közepes. Aha, már értem. Kombó, hát a semmitől jobb. Hát épp egy izé van nálam, egy deszka. Jó. Mert elvileg lehetne puszta kézzel is ütni, de ahhoz nagyon sokat kell majd fejleszteni karakteren, hogy annak értelme is legyen. Tehát először bármi, ami a kezed ügyébe akad, vedd fel és az ősedőket. Konyha kés.
Rántott halépa. Érdekes, hogy még mindig fér. Na most már nem fér. Na és ott a campfire. Na megvan a tábortűz. Ja, értem. Ott az éjségem. Eszünk egy citromot, ez finom. Aha. Saláta. Lejárt salátát eszünk, az jó. Jó. Jó, mert ez is egy ilyen alfás játék, nincsenek még benne nagyon ez a betegség, meg a fertőzés, meg az ilyenek. Nagyon ritkán lehet találkozni vele, de akkor se csinál semmit. Most miért nem tudok többet? Korra. Van konkrétan olyan tárgy, hogy mérgező víz. És azt is meg lehet inni, mert az is csak oltja a szomjat. Abból már kaptam ilyen betegséget, de semmit nem csinál még. Figyelj, azt pedig írja, már... hogy 38% az éhségem. Ha ráviszem, ki is írja, hogy éhségéhes vagyok, kell talán valamit enni. És ott van a ládámba, vagy a táskámba mondjuk egy alma. Rákattintok és igen? Veszi meg. Nem, hanem rákattintasz és megjelenik mellette egy kis tábortűz a táska szélénél. Vagyis nem tábortűz, egy kis ikon, mindegy. És arra kell nyomni, és ezt akkor tudsz enni. Várjál, most a tábortűzben ülsz bent. Igen, igen, és már ettem egy csomó mindenfélét, de még nem laktam. Igen, azért, mert az azért nem lehet, mert egyszerre csak három ilyen slotot ad ki. Ah, akkor egy tábortűz, és utána, ha kiszállsz és visszaülsz, akkor megint nem fogja adni. Tehát valamit, azt nem tudom pontosan, hogy mindeközben csinálnod kell valamit. Valami teljesítményt fel kell mutatni, hogy azok töltődjenek. Vagy fogsz fadeszkát, meg ilyeneket, és tűzre dobod. És azért is szokott adni egy-egy plusz ilyen foglalatot. Akkor megint tudsz enni egy kicsit. De nem kell a tábortűz, hogyha kijössz a tűzből, ha fel van töltve az a tábortűz, nem tudom, fáradtság nevű dolgod, az étel és a szomjúság mellett, már kint az ikonoknál, azt látod a jobb alsó sarokba? Az a három csík. Nincsen az étel, az csak 38%. És a tábortűz? Az 94. Na, az nagyon jó, mert akkor most rányomsz az ételre, amit meg akarsz enni, megjelenik ott valahol a közelben egy kis alma ikon, ráviszed a kurzort, akkor látod, hogy kiírja, hogy tábortűzbe fog kerülni. És arra, hogyha rányomsz, akkor szépen lassan meg fogja enni, vagy inni. És akkor ugye fogy a pihentségedből. Pici ilyen kis menedzsment dolog. Na most azt javasolta, az volt a következő küldetésem, hogy találkozzak a csapattársaimmal. Igen, az egy NPC. Az NPC fogja majd adni innentől kezdve szerintem a küldetéseket. Az, akire gondolok. Ott megint ölnöd kell majd zombikat, és utána bevisz a nagy táborba. Van friendly fire? A csapattársamat is segítem. Nem. Akkor jó. Ha, ide bagolt egy zombi a levegőbe. Nem esett el, hanem így hanyat dőlt, aha, akkor megfagyott. Úgy maradt, igen. Nagyon ritkán, de előfordul, igen. Na de jó, mi a focilabdám is van, az amit fog tudni csinálni. Az anyagat például, ha majd szétszeded. Hát most, hogy fegyvernek jó-e, vagy mit csinál, azt nem tudom, de műanyagot ad majd. Sok a duma, nem olvasom el. Nyomkodd el nyugodtan. Na, csak a sztorit mondják úgyis. A biciklivel fogunk közlekedni, ez ilyen teleport. Tehát nem fogsz ráülni és tekerni, csak onnél fog kijönni a menü, ahonnét tudsz pályát választani. Na most vagyok elvileg a külvárosban, a
Sacramento külvárosában, és el tudok menni, igen, gondolom, a bodega kikötőhöz. Már ott tartasz? Hát akkor várjál meg. Vagy indulj el, persze, menj a bodega kikötőbe, megyek én is oda akkor. Hát látod a többi játékost is akkor ezek szerint? Történetet elérd. Nem voltam a tengerparton, mióta ez történt. Ezt szerintem nem enged oda. Akkor úgy látszik, hogy csak a Sacramento külvárosába tudok utazni. Hát akkor megyek oda, hát nekem az is jó. Azt már én is el tudom érni. De ott, hogyha oda mész, ott látod most a többieket? Ah, van itt egy rakásember. Berecsegett a hangod. Van itt rengeteg ember. Na jó, akkor jövök én is oda. Hát akkor már itt tudunk is találkozni. Várjál, kell beszélni. Itt vagyok! Most téged látnom kellene. Hol vagy? Mert ugyanis... Fekete nadrág, fehér póló. Csapatban vagyunk, és ilyenkor a látlak az ikon. Ugye fönt a csapattársaknak a kis karakterikonja mellett van egy nyíl, hogyha távolabb vannak. Ja, látom, ez vagy te. De most, hogy ennyire közel vagyunk, mi ott alattad, ugye tudsz integet. Alattam. A neved alatt a gyuszkónév alatt oda van írva, hogy Berserk. Ja, az igen, valami titulusokat kell, lehet majd szerezni, és utána beállíthatod, de ha nem akarod, akkor nem kell. F betűt, hogyha megnyomod, akkor ott vannak az emotok, tudsz integetni. Egy-két hülyeség van alapból, meg néhány ilyen szülési dolog. F billentyűvel. Amúgy meg, akkor mondjad, hogy mi a feladat, és akkor haladunk, és jövök veled. Azt mondja, gyűjts bizonyítékot arról, hogy ki lőtte fel a jelző fényt. Nem tudom, miről van szó. Ezt így én se, de hogyha de mutatja a nyilat, igen, mutatja. Akkor indulj el és jövök utánad. Meg beülök a tábortízbe, mert nincs tele a... Ja tényleg, akkor én is megajánlok egyet. Tudsz enni, most nekem 4 helyet adott ki, de ha 3-at ad ki, az is jó. Általában 3-ra szokta feltölteni. Ó, már látom, ha itt 4, Ivánnak 4. Látom azt is, hogy kinek mennyi. Na, akkor eszünk. Sőt, ilyenkor tudunk is átadni. Van nálad élelmiszer? Ilyenkor tudok átadni. Na, várjál, hogy valahogy kell használni. Rákattintottam, és... Most azt nézem, hogy hogy bírom neked odaadni. Drag and drop-pal kell betenni. Tessék? Drag and drop-pal kell betenni oda a 4 slotomba, vagy hogy bírom megenni azt a nyomot? Nem, hanem fölül, amikor fölül ott a tábor elhagyása ikon, meg az a 100-as csík fölött, igen, vagy alatta vannak ezek a használat. Ja. Ott csak ott kell rákattintani, nem a táskádba. Ja, és ott, hogyha rákattintasz, akkor teszi be. És valahogy itt lehet átadni, de nem tudom, hogy hogy bírom neked odaadni, mert... Nem érdekes, ezt... el vagyok. Meg vagy? Aha. Pedig amúgy hasznos, mert... Ha éppen nincs enni inni valód, és nekem meg van, akkor tudnék. Van még egy, de nem tudom, hogy hogy kell. Az föltölti felét, ha jól látom. Na, meg vagyok készül. De már fel is vagy. Igen, jó. Szóval erre kell mennünk. Akkor... Fegyverrel el vagy látva? Hát... Adjak valami használhatóbb cuccot? Van egy késem. Nem tudom, mi van még. Tányér. És az jó, azt szeretem. Tányér is jó, gyors végül is. A könyvem. A kés az jó, azt szeretem. Ez a hülye XP... Megnyomod, akkor... És hogyha rányomsz, akkor támadás gyorsaságodat felpörgeti. Ez hasznos. Mami, mire nyomok rá? Hát a bal klikkel, hogyha nyomod a késnél. Ja, igen. Hopp, itt van. Mire mutat? Most épp foroltam a kezemet. Kövesd az utat, és vizsgáld meg a vérrel telített autót. Aha, erre. Meg mérgezős zombi.
A fal, mert az meg szokott mérgezni. Hát visszagyógyul. Szőlőlé. Vödör. Ah, ez az a vérre teített kocsi. Továbbra is kövesd a nyomát annak, aki fellőtte a jelzőfényt. Erre mutat. Ez volt az, ez lőtte föl. Na nem sok maradt belőle. Tényleg ez volt, pedig csak vicceltem. Beszéljünk a izével. Chloe-val. Ott van a tábor tűzni elvileg még mindig. Ilyen nagy forgalom majd azt a mennyi ember. Na, megint csúnyán beszél. Vagyis hogy ír. Most legalább nem látják a gyerekek. Első fejezet. Egon keresése. Nyeregre fel. Felfedezte egy új területet, Lakeview átjáró. Na most kell bemenned majd a központba. Kerékpár. Igazából annyi lesz szerintem, hogy körbe kell járnod mindenféle NPC-ket, beszélgetni kell mindenkivel, és ugye bemutatja ott a főtáborba, hogy mik a funkciók, melyik NPC-nél mit tudsz csinálni, mert ez egy ilyen főváros kvázi. Itt tudsz recepteket venni. Beszéljünk Murphy Lane-nel. Ez meg hol van. Jó, hagyjál meg. Az a csaj, vagy mi, az például kifejezetten csúnyán szokott beszélni. A Murphy Lane. Hát elég bunkó stílusban szokott megnyilvánulni. Még csúnyán beszél. Ha. Már kicsit szaggat a játék, de mindegy, ez nem egy. Gondolom, hogy sokan vannak. Nem egy annyira akció. Az miatt egy végül kicsit. De nyom számítson alag. Hát számít azért, sajnos számít, mert sokan szoktak az miatt megpusztulni, amikor majd megyünk be ilyen nagy tömegbe, már mint a zombikból van tömeg, nem a játékosokból, és rohadtul számít, hogy egy pillanatra is megakad, és már nagyon ütöttek addigra. És akkor mi van, elvesztesz mindent, honnan kezded innen? Úgy van általában a többi játékban is, hogy a háti táskád az ott marad. A táskádnak a tartalmát majdnem 100%-ban vissza tudod szedni. Az XP nem veszik el. Viszont van egy olyan, amit te még nem is látsz most, mert az csak akkor nyílik ki, hogy túlélő felszerelések. Az 4 darab felszerelés lehet, 4 darab foglalat van ott. És azok ilyen nagyon-nagyon ritka holmik, na azok viszont elvesznek egy az egybe. Azon kívül mindent vissza tudsz szedni. Vissza kell ugyanoda menni a táskádhoz, úgy, mint a többi hasonló játékba, és visszaszedek. Na kész vagyok, mehetünk tovább. Nem tudom hova, ja ide. Táborbejárat, oda megyünk. Mármint melyik tábor, melyik bejárata? Hát valami. Szerintem lehet, hogy megint ez egy egyedi küldetés, mert most itt nincs itt senki, erdőben vagyok bent. És az a feladatom, most hogy vagy szerintem fertőzött. Tehát ennyi volt a hely neve, hogy a tábor bejárata. Ja. Onnan, ahol voltunk, ez jobbra volt. Nem hiszem, hogy te ide tudsz. Ez a túlélők tábora, nem? Az lesz majd a bázisunk. Szerintem ez az. De lehet, hogy nem. Nem tudom. Én
nincs itt player, szerintem az küldetés helyszín. Jó, vizsgáld meg a kaput, és menj be a táborba. Itt hagylak. Túlélők tábora, most értem ide, amit mondtam. Na, most segíts. Vagyok. Szóval megcsináltam a gáz tűzhelyet, vagy micsodát. Már eleve azt nem értem, hogy volt egyből hozzá megfelelő mennyiségű nyersanyagom, azt honnan tudta a gép, hogy azt ajándékozta direkt. Persze, ilyenkor szoktak. Van itt egy annyit. Ilyen munkapadszerű, és akkor ott volt. Igen, igen. Igen, ott fogod majd a többit. Leraktam valahova, azt gondolom mindegy, hogy hova. Mindegy. Jó, és akkor azt mondta a küldetés, hogy gyár csak egy tárgyat, kis sült zöldség. Igen. És ráviszem az egeret, azt írja, hogy 6 darab répa kell hozzá, és 5 darab lángnyelv, vagy nem tudom mi ez. 6 zöldség, meg 5 láng. Az nem úgy van, hanem kis sült zöldségek. Igen, az úgy néz ki, hogy zöldség, tehát az bármilyen zöldség, majd azt látni fogod, de adott egyébként, tehát... Na, nem tudom, hogy mi az, ami nálam van, és mi az, ami ott van, és mi az, ami kell. Ha hogyha ráviszed a kurzort... Akkor írja 12, az az enyém, ami nálam van? Igen, az zárójelben, ami van, az, a, az igen. És a, amit odaírt, hogy 6 darab, az meg amennyi kell hozzá. Igen. És akkor tehát elvileg van... Főzést. Ott van mellette a főzés gomba, vagy tanulás van először ráírva. Tanulást. Tehát, hogyha sokszor gyártottad, akkor utána csak simán főzés lesz. Na most lepotyogtak valami. Szerelői asztal és víztartály. Ezeket most megtanultam? Igen. Jó. Menj vissza Lakeview-ba. Hol volt nálam 12 zöldség? Ezt én még nem látom, hogy mennyi van nálam. Ezeket adta szerintem ezeket. Ez, ezt úgy látod, hogyha a... Minek nevezi ezt? Raktár. Ebbe a raktára, erre a satupadra vagy mi a fenére, ami egyedül van most még a Sparhelton kívül neked a kis házadba. Már egy pillanat, hogy be se tudom csukni ezt a rohadt főzőszart. Ja, ott az X, jó, oké. Okay. Itt tudod X-en, és akkor azon kívül még egy holmi van most neked elvileg a házikóba. Arra rákattintasz, igen, akkor rákattintasz, akkor kijön a raktár. Az maga a raktár, de ott szed... 5 fám és 6 zöldségem. Ezeket gondolom pont azért adta a játék, hogy ezt meg tud csinálni. És akkor amiket jobb oldalt látok, azok pedig az én inventorom, és akkor át tudom dobálni, ugye?
Hát igen, ott, hogyha vigyázzál, mert hogyha most ott rákattintasz a saját homiaidból valamire, darált. Akkor egyből szét is szedi. Igen. A kocilabdát ledaráltam, van egy olyan, hogy emberek magazin, azt is darálhatom, nem? Igen, az se kell. Oké, van egy olyanom, hogy túlélési kézikönyv. Az se kell. Az se de azok kell. Mind csak papírt adnak, az meg, az se kell. Túlélők jegyzetei, ezt is darálhatom, ugye? Azt szerintem küldetéstárgy, leengedi darálni? Leengedte? Ledaráltam. Jó. Mérgező vizes palack az marad. Tányér. Az sebzésre való. 24-1 sebez. Az üveget ad, ha szétszeded. De egyébként arra kell figyelni majd, hogy amire azt írja a gép, hogy rossz minőségű, azt nem bírod szétszedni. Két konyha kicsit. Pedig hiába. Az ember azt gondolná, hogy az már másra nem jó, ha rossz minőségű, mint hogy szétszedjed, és pont azt nem engedi. Csak úgy csinálom, találsz majd. Nem bírom. Rakni ki. Nem. Nem, nem. Ahhoz majd építened kell kis szekrényt. Nagyon drága és nagyon későn kapod meg a receptet hozzá. Tehát... Két késből egyiket eldobnám, akkor melyiket dobni? Már van egy sárga, meg egy zöld hátterű. Szétak. Tessék? Hát a... Az azt jelenti a... Hogy mondják magyarul? Az állapota, ami, életereje. Igen, az állapota, ami a zöld az még újszerű, sárga az már használt, amikor piros, akkor már nem soká szét fog törni a kezedbe. Akkor a sárgát bedaráltam. Kaptam egy új receptet ezért. Ételek. Igen, mind. Konyhakés. Konyhakés, bizony. Meg pengét adott egyet. Igen, 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 igen. Na ennyi, akkor most csak kaját, piát tartottam magamnál, meg ezt a tányért, nem tudom az, amit csináljak. Jobban sebez, mint a kés. Persze, jó az. De az hamar szét fog esni egyébként. Na, akkor megyek csinálom a köldetést tovább. Az a hülye X, ahol ezt meg kell még szoknom, hogy az X-el zárok. Vízbe be lehet menni? Nem. Nem. Menj vissza a légkiúba, de nem a kerékpárra mutat, hanem valahol máshol. De. Nem, az egy másik kerékpár, mert van több is itt. Lakeview átjárt utazás. Ahol kezdek bele jönni. Jó. Kapsz mindig a kis házad elé is egy kerékpárt, de azon a nagy területen általában 8 házikó szokott lenni. Mindegyik egy másik játékos, és az egész területhez is van egy fő kerékpár. És azért a fő kerékpárt mutatta volna most neked, nem a sajátodat. Én nem olvasom ezeket a dumákat, nem nagyon érdekel. Nyomkodd el nyugodtan. Főleg, hogy rágárkodás van benne. Első fejezet, Egon. Csak kell megkeresni. Megint Murphyvel beszélni. Jó, ezeket lepörgettem igazából, ezt nem is kellett volna együtt, ez baromi egyszerű. Akár egyedül is gondolom. Csak föltartalak ezzel. Eltettem az előbb a tejavizet, majd mindjárt kiöntöm. Lassan úgy is lenyomod ezt a... Hát remélem részt. Már vége lesz. Na, megint beszélünk valakivel. Ez a space-szel gyorsabban futás, ezt is jól átállítani shift-re, mert nem áll rá a kezem a space-re. Ez nem úgy van, hogy nyomni kell, hanem egyszer benyomod. És akkor ad egy kis buffot, és akkor egy ideig gyorsabban tudsz futni tőle. Mondjuk annyira akadozik, hogy nem is nagyon látom. Igen, nem sok értelme van. Akkor lehet jól, hogyha egy zombi tömegen akarsz átszaladni. És látom, hogy eszi a staminát, ott a neve van adta. Igen, arról nem is beszélve, hogy... Na. Őj fertőzötteket 60 darabot. Sacramento külváros van az zárójelbe írva, akkor át kell adnom oda teleportálni és ott kell megölni, mi? Igen. És hol találom a kerékpárt itt a szökőkútnál, vagy mi ez? Vagy mi ez itt van, nagy szobor? Aha, ott. Sacramento külváros utazás. Ha együtt ütjük, vágjuk őket, de az utolsó ütést te viszed be, akkor az nem fog nekem számolni, mi? Killed.
Nem tudom pontosan, mert nagyon-nagyon felhasználó barát a játék ilyen szempontból, úgyhogy most konkrétan ki fogjuk tesztelni. Jó. Mert lehet, hogy az miatt, hogy egy csapatban vagyunk, pláne meg fogja adni neked is. De nem vagyok biztos. Kipróbálom a támogat. Most ne csinálj semmit, ezt az egyet levelem, és nézed, hogy számolt-e. Hallott, kettőt adott. Jó. Akkor üthetjük nyugodtan őket. De kettel, mert csapatban vagyunk, és megadja. Most már 5 halott, 3 embert kinyírtunk, és 5 lett a 60-ból. Nagyszerű. Ilyen szempontból nagyon felhasználó barát a játék. Már benézek. Tényleg arra mennek. Baseball. Ez be mindenhova nyugodtan. Ja, az jó lesz. Én most úgy látom, kiírtották a dögöket amúgy. Úgy itt van ilyen nagy darab. Akarsz vele cseszekedni? Ezt kinyír. Akkor az a speckolj, hogy ide lögdösi rád a többi. Nagyon vicces. Jó pofa dögök vannak játékban egyébként. Még mondtam, milyen bónuszok vannak, hogy lehet spécibb dolgokra. Melyik megbónuszt mondod? Hogyha közben mozgatom a nyilakat ide-oda, akkor csinál ilyen trükkös ütéseket? Nem, nem, a bal, az csak a bal gombbal van. Hát hogyha csak megállsz egy helybe, akkor üt magától, de hogyha nyomod a bal klikket is, akkor az adott fegyverhez tartozó úgynevezett kombót adja be. Azon kívül más nem kell csinálnod. Arra kell vigyáznod... Igen, az... Arra kell vigyáznod, hogy egy az egy ellen nagyon könnyű. Ha már ketten vannak, akkor már nem annyira, de ha már hárman vagy többen vannak, akkor nagyon gyorsan ledarálnak. Hát azt minden vesz kerülni, hogy nagyon körbe legyenek, vagy beragadjál ott egy tömeg közepébe, vagy ilyesmi. Meg jó az a kés, gyorsan vagdos. Nem tudsz szóval. Akkor ott hagynak ilyen kis homó kis motyókat, azt mindig nézd át, abba lehetnek cuccok. És na, tovább haladva azon a témán, hogy mennyire felhasználó barát a játék, mindegyikünknek mást ad oda. Tehát nem tudjuk egymással elszedegetni, ahol miatt itt ezt a bőröndöt te már nézted az előbb. Igen. De már most ezt nem tudod megnézni, de én meg tudtam nézni, de hogyha egyszerre néznénk bele, akkor sem ugyanazok vannak benne, és nem tudjuk egymás elől elszedegetni. Mindenkinek mást ad. Szóval nincs az a verseny, hogy most úristen, azt nekem kell kivenni, mert elviszik előlem, hanem mindenkinek más. Hát igen, azt egymás elől. Hát abban meg az a jó, mondjuk. Amikor úgy szoktunk lootolni, hogy mondjuk megyünk egy út szélén, és akkor, vagy egy út mentén, és akkor te mész a jobb szélén, a bal szélén. És minden, ami ott van, az a tiéd. Az is jó. Hát... Az is jó, meg hát ha... Ad valamit. Ha egy csapatban vagytok, úgymond, egy helyen építkeztek, egy bázison vagytok, akkor igazából mindegy, hogy kiszedik ki, meg ki hozzá. Nem úgy szoktatok? Persze, persze, meg csomószor van olyan, hogy találok receptet, ami mondjuk már megvan, és a társamnak nincs meg, akkor adom neki, oda nem dobom el, vagy nem scrappelem be, hanem megosztjuk egymást. Így van, hát. Ilyen szempontból minden. Recepteket is mindent. Olyankor, amikor együtt játszik az ember, akkor mindegy. Persze, persze. Mert szerettünk volna Vortex-el együtt játszani veled, csak aztán nem jött össze tegnap. Ő sem jött már vissza a késő este, jött csak visszaarkozott egyedül. Ugye te is eltűnt. Az igen. Milyen edzés volt ez neked? Új, ez... Íjászaton voltam. Nem egész nap volt, csak... egész nap bent ülök, tudod, a szobába. Egész héten, és akkor kimentem, élveztem a napsütést, persze, hogy meg is fájdult a fejem. Aha. Utána már nem volt kedvem, néztem a Hobbitkát. Utána meg lefeküdtem. Hobbit igazából... Videós. A Hobbit, a film. Ja. Élében volt tegnap a Hobbit. Című filmnek az első, és azt szeretem, és azt néztem. Közben már majdnem aludtam is, pedig ugye nem volt későn. Aztán így azért már nem jöttem vissza. Estére, éjszakára. Kell egy jó kés. Jó bírja. Úgy szokta csinálni a játék, mivel hogy van helyed neki? Írjál valamit a chatbe? Mindegy, melyikbe majd megtalálom.
Jó, csere indítása, és akkor adok egy kést, érvényesíts le. Úgy szokta csinálni a játék, hogy mivel a nagy háttérszín az a tartóságot mutatja, a felső sarokba szokott egy kis színes sarkot mutatni, az mutatja valójában a minőségnek a színét. Tehát ugyanúgy a szürke, azon nincs semmi, a zöld, a kék, arany, lila, ilyenek. Nagyon bütyű. Akkor ott látod, csak... Tessék? Nagyon pici. Maga az ikon is iszonyat pici nekem. Igen, de... Full képernyőn is. Ja. Hát ilyen és képernyőn azért... 1 centiszer 1 centi nekem körülbelül az ikon kiterjedése. Nekem még annyi sincs, de hát ez nem kicsi az. Hát annak a, be a felső sarkát kell nézni, vagy a keretet körülötte, nem? Nem az a keret az, hogy ki van. Igen, a sarkát, bal felső sarkából egy pici lecsípve. Ja, azt a még kevésbé látom, hogy mi van a bal felső. Még kevésbé látod, igen. Akkor szinte alig lehet látni. Na 53 per 60 mindjárt. Sportpályán vannak. Hát az a... Beöltözött fickót. Igen. Például... Ez egy speciális zombi volt, a legtöbb ilyen sétáló egyforma, attól független, hogy hogy van feltextúrázva. De van néhány ilyen speciális dög, mint minden játékban. Az például nagyon erősek szoktak lenni azok a... Ez meg átalakult, ezt látod? Kicsit megnőtt, és koponyák mennek körülötte. Meg zene is most beindult, hogyha neked is beindította, azt nem tudom. Ilyen harci zene. Ezek ilyenkor elvileg több XP, meg nagyobb cuccot is adhat, ritkább dolgokat is adhatnak. Nekem például itt a szatyorba, amit hagyott, külön volt felvehető XP. Wow. Most. Ja, tényleg nem volt a szatyor, meg sem néztem. Szatyrokat mindig nézz át. Egymásét nem látjuk ugyanúgy, tehát jó, nem veszük el egymás előtt. Fegyvermódosítás, védelmi készlet, csont... Védelmi készletet kaptál? Narancs. Azt a szentség. Azt tedd el. Csak nem bírom fölvenni, tele van már az inventorim. Hát annak csinál helyet. Azok a legritkább holmik a játékban, meg kb. A legértékesebbek. Még nem tudod felhasználni azért, mert ha rákattintasz a karakterlapodra, a kis ikonodra, ott látod a különböző ruhák mellett, a négy ruháid mellett az üres helyeket. De azokat fel kell oldani. Majd később na, figyelj, fel tudod oldani. Hogy dobáljak ki. Van itt egy ilyen, hogy hozzáférési kód, ez csak egy darab papír, van ez a körség. Hát az küldetéstárgy lehet szerintem. Biztos. Nem, igen, már én olyan, nem tudom. Dobd ki. Rántott halasz kell, esernyő az harcra jó. Tehát azt is hát ha élelmiszered van, és fér úgymond a pocakodba, akkor edd meg, és akkor már lesz is helyed. Csak úgy meg tudom enni bármikor. Igen. Ó, tényleg. És akkor lesz helyed. Sör. Sör is ételt ad. Nem jó. Víz. Az lefelé veszi a hidratáltságodat. Vizes palack. Keksz. Van itt minden. Meg tudsz védeni, amíg itt vacakolok? Ezt. Forró csoki, az is ételt ad. Cellux, azt eldobhatom? Műanyagot ad, add ide nekem akkor. Én meg most pont azt gyűjtem. Most így eldobtam. Simán csak kidobod, igen, akkor felbírom venni. Igen. Azért nem tudlak megvédeni, mert az folyamatosan dobálja rám a dögöket. Jó, felvettem a Celluxodat. Adott egy műanyagot nekem. Burgonya. Burgonya az érdekes módon gabonát és magot ad. Hogy honnan van a krumpliba maga, azt nem tudom, de azt fogad. Van még nálam kötél. Ez jó, az van. Hát mind tedd el, mert az mind hát kellene fog. Az inventorium, az a bajom. Van. Akkor meg azt tudod... Vanna. Azt tudod csinálni, hogy gyorsan megyünk, mennyi hiányzik még a dögökből? Gyorsan lemészároljuk, és... Már rég megvan. Akkor meg menj vissza a bázisra,
mármint a kis táborodba, és ott bonts szét, amit szét tudsz bontani, akkor nem vész kárba. A raktárodba beteszi. Én is már a játékotól félek, hogy nehogy olyat bontsak szét, amit nem kellett volna. Szerintem azt nem engedi, de nem tudom. Itt viszont nincs semmi iránytű, most onnan tudja, hogy merre van. Hát most mit ír eleve feladatnak? Menjünk vissza Manuel Lopezzel beszélni a Lakeview átjáróba. Jó, de akkor most ne oda menjél, hanem a biciklire, hogyha rámész, akkor a táborba, a túlélők táborba. Akkor oda menjél először, és bontsd le a motyókat. Túlélők tábora. Oké. Be fog adni a kis bungalódhoz, és ott széttöld. Ki kell öntenem a tejámat, mindjárt jövök. Vagyok. Na, akkor most magyarázd el, hogy mondjuk ott vagyok a szekrényemnél, de az övemben van az öntözőkanna, akkor azt miért nem tudom ott lederálni? Hogy tudom azt lederálni? Hogy fog az oda kerülni a szekrény? Szerintem vidd rá a kurzort, és ha a neve alatt van egy olyan kitétel, hogy rossz minőségű, akkor azt azért nem tudod. Á, akkor csak sem a lederálni. Rossz minőségűket valamilyen nem engedi szétszedni, pedig hát van egy ilyen fegyvermódosítás, az is rossz minőségű. Éjjés, de az meg rá kell húzni. Ezt rá kell húzni egy fegyverre. Ja, hogy kijavítsam. Nem, hanem az a módosításra oda van írva, hogy mit fog adni. Ja, pluszba. Látom tényleg, plusz mérgező. És akkor megfogod, ilyen drag and drop jelleggel megfogod, és ráhúzod egy késre, vagy egy tányérra, vagy bármire. Ó, de jó, tényleg. És akkor az hozzáadódik, nem vész kárba, úgymond. Mert amúgy, ha... Részlet, azt is ugyanúgy gondolom rá. Nem a harc ki, igen, de azt a ruhádra kellene. Csak azon meg fel kell nyitni majd a helyet. Hát az még nincs. Keksz lejárt. Ezt meg kéne enni. Igen. Mi van még itt? Védelmi készlet. Ezt is ruhára? Nem. Zsepis doboz, ezt is darálhatom, begondolom. Igen. Válasz csak papírokat ad. Van valami Rubik kocka, ezzel jó harcolni, de érdekes. Miért? Csomó bónusz. Ebben a játékban mindennel tudsz. Hallod, vakságot ad, kábítást ad, pajzsot ad, sebzést, ellökést. Gyors. Igen, csak a maga a sebzése alacsony nagyon. Hát kicsit, igen. Mit csinálják ezzel a védelmi készlettel, meg a harc készlettel? Rakd be a táskádba valahova legalúra, mert az kelleni fog, vagyis hát jó, ha van. Nem rossz dolgok azok. Az sajnos addig hordoznod kell majd magaddal. De hát ez a játék erről szól, hogy soha nincs hely semminek. Ez vagy hozzászoksz, vagy letöröd a francba az egészet, mert vagy együtt tudsz ezzel élni, de tényleg erről fog szólni. Még a legkésőbbi szinteken is ez a baj. Elvileg megittem a vizemet, és nem tűnt el a táskába, de nem is ment fel a vizem. Most mi az Isten volt? Így amújra. Valószínűleg nem vártad végig, vagy nem bírta meginni, vagy valami. Na jó, oké. Elkezd inni. Már sikerült. Kaja, pia, rengeteg. Kaja, pia. Azzal van tele az izém táskám. Lehet, hogy fölöslegesen hurcibalok ennyit, mi? Hát...
Hát nem tudom, mindig lehet találni, de közben meg mindig kell is. Szóval ez egy fura kérdés lenne, hogy fölösleges-e vagy ne le. Na mindegy. Lehet találni, de kell is. Egy öt helyet tudtam. Nem baj az, ha van? Hatot. Aj, hogy sose tudok kilépni belőle, csak nyomkodom, azt nem lép ki. Mindig az X-et kell keresni. Na, ugye, akkor beszélek a Manuel Lopez-zel. Ja. És ez a következő küldetés. Egyetlen egy szerver van csak ebben a játékban? Tehát az összes játékos, akik most itt vannak, itt kijátsza ezt a játékot? Nem. Különböző csatornák vannak, azt hiszem 50-en vannak egyszerre azon a pályán. 50 ember lehet egyszerre. De nem vagyok biztos, hogy mennyi, de nem egy van. Akkor most nekünk szerencsénk. Maga szerver egy van, de... Szerencsénk, hogy pont egyre kerültünk, vagy hogy van ez? Az úgy van, hogy ha csapatban vagyunk, akkor nagyjából általában egy helyre szokott betenni. Amúgy is nagy esélye lett volna, hogy találkozunk. Ilyenkor délelőtt nem sokan játszanak, meg mondjuk a Lakeview nem, de a pályákon valószínűleg találkoztunk volna amúgy is. De hogyha összehozzuk magunkat csapatba, akkor a nagy valószínűséggel látjuk egymást. Na most az a küldetésem, hogy találjak 5 élelmiszeres táskát Collinsnak. Ezt meg ha az Istenbe kell találni. Sacramento-ban van ez is? Igen. Na mindegy, menjünk oda. Lesz annyi helyed egyáltalán? Épp hogy. Na majd megeszek meg. Ez mindegyike. Jó, mert egy-egy helyet el fog foglalni mindegyik. Lassan tölti be a pályát is. Ja, itt vagy. Van valami nyíl ehhez? Nincs. Iránytű? Nincs. Hát csak indulj el és legyen szerencséd. Voltak ilyen kempingek, vagy mi az istenek. Ilyen kis piknikes táskák. Itt is van például. Nekem az élelmiszeres táskának tűnik az ilyen kempinges cucc. Hát szerintem nem attól függ. Konyhakés, ezt így kéne megtalálni? Tányér? Igen, majd belenézel valamibe és konkrétan az lesz a neve, hogy élelmiszeres táska, vagy nem tudom mi az. Pontosan minek van megfogalmazva egy neked? Egy láncsát kaptam, azt észre se vettem. Elég jó. Te is azzal harcolsz? Fáki van nálébként. Egyszer csak itt termet. Ötszer. Na megjelent a fejem fölött egy ilyen szemszerűség. Az mennyire... Hát az... azzal vigyázni kell. Mert... veszélyességi szintnek hívják, és bár növeli a tapasztalatot, kapott sebzést is növeli, meg gyorsabban éhezel, gyorsabban szomjazol. Tehát egyre nehezebb lesz tőle a játék, viszont több XP, meg elvileg ritkább tárgyakat is találhatsz, könnyebben találhatsz. Úgy tudod lenullázni magadról, hogyha beülsz a tábortűzbe. Eltűnt egy idő után. Egy pillanatra megjelent. Nem is szerint. Jó, az csak egy effekt. Egy ikon, de attól függetlenül egyes színben vagy most már. Az nem lesz ott végig a fejed fölött, az csak jelző, hogy elérted.
Attól függetlenül egyes szinte vagy. Szóval ott látod az ikonok alatt. XP-nél. Az XP-síkodat látod. Hát ez, ja, ott igen, igen. A képesség ikonok alatt, veszély. És az ott már egyesbe vagy. Nekem nullásba van, mert érdemes mindig, amikor megérkezel a pályára, beülni a tábortűzhöz. Feltölteni a fáradtságot, meg ilyenek. Matek tankai. Ez itt egy tábortűz. Na most akkor beültem, és most lemegy ez? Vagy hogy van ez? Mit mondod? Nem, majd nem, mert ez nem a csak a főtábor tűz, az alaptábor megy mindig. Ezeket be kell gyújtani, meg rá kell rakni tüzet. Ez most, ha így beülsz, ez üres. Nem, azt látod, hogy nem csinál semmit. Nincs is itt fönt azt írja, hogy nulla. Nincs is rá tárgyal. Nekem sincs most, de mindjárt szedünk akkor, ha kell. Annyi az egész, hogy megtanultad a tűzgyújtó, vagy minek a tűzindítónak a receptjét, akkor bárhol, bármikor tudsz te magad is tüzet csinálni. Tábor tüzet. Elhozzá kettő újra hasznosított fa. Vagy valami, amit ráteszünk utána. Viszont ad pajzsot. Most már jól kipróbálom a Rubik kockát is. Élelmiszer van nálad akkor? Van, bőven. Kérsz? Nem, csak találtam rántott halat, mondom, akkor én nem veszem fel, mert nekem nem kell. Na, azt kerested! Ugye? Vagy nem? De, aha, meg is van. Egy perőt. Na, csörög a telefonom, lelövöm a felvételt, jó? Ennyi elég lesz elsőre. Jó. Mindjárt jövök. Is lépsz? Igen. Megyek akkor reggelizni.